Szerencsére ez meg olyan jól sült el, hogy most kaptam itt a híreket a felső vezetéstől, hogy ez konkrétan már az ilyen második legjobban pörgő zenénk, így statisztikailag gondolom, hogy ilyen naponta vagy havi szinten milyen sokat megy. Úgyhogy az elég jó választás lett nekünk, hogy bele tudtunk menni ebbe a stílusba és ebbe a szövegirányzatba. Így kicsit így kiéltük a vágyainkat és írtunk a színekről, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget. Magyarországon a TikTok hashtag challenge-el kapcsolatban gyakorlatilag még minimális a tapasztalat. Magyarországon ügynökségként szinte az elsők között használtuk ezt a hirdetési formát, de már a kreatív koncepció kidolgozása közben előjött az, hogy egy természetes, könnyed kihívással támogassuk a Stabilónak a kampányát. Nagyon sikeres kampányon vagyunk túl. Igazándiból a 2021-es magyarországi TikTok hirdetési platform megnyitása óta vártunk arra, hogy kipróbálhassuk ezt a nagyon kreatív és innovatív hirdetési formát. A TikTok hashtag challenge-et, és így most a Stabilóval együttműködve végre megvalósulhatott ez a projekt. És hát igazándiból minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen mind elérési szempontból, mind pedig aktivitási szempontból nagyon jól teljesített a kampány. Ezt a pályaművet én azért készítettem, mivel a húgom még nem töltötte be a 14. életévét, ezért ugye nem rendelkezik TikTok profillal, és mivel én rendszeresen töltök fel ugye a tartalmakat a TikTokra, ezért úgy gondoltam, hogy hát benevezek erre a versenyre, és hát mint kiderült, hát sikerült nyerni, szóval nagyon boldogok voltunk, hogy eljöhettünk ma. A dalt nagyjából egy éjszaka alatt írta meg ugye Barni, és felvettük egy egész délután alatt. Ez egy kicsit nehézkes folyamat volt, mert az iskolába vettük fel, és először ugye az énekterembe gondoltuk, mert ott volt a zongora, meg a gitár, meg az erősítő persze, de hát az nagyon visszhangzott, ezért elkértük a takarítónőtől a könyvtárnak a kulcsát. Amikor megkaptuk a hírt, hogy találkozhatunk a Valmarra, és eljöhetünk erre az egész ünnepségre, akkor egyből hívtam a srácokat. Ahogy megtudták ezt a hírt, konkrétan mindenki üdvivalgásba kezdett, mert számunkra ez egy hatalmas lehetőség lehetett, és az is, hogy most tudtunk beszélni Petivel, ez nekünk szerintem egy maradandó élmény marad.